Köszöntöm a slime termesztő kisiparosokat! Ahogy a streamben megígértem, most megnézzük, hogy mit akar Mochi farmja, és megkímélte titeket némi Quicksilver Plort farmolástól, ami egyébként nem is volt olyan vészes, talán 3 vagy 4 kört mentem, és ez az utóbbi elég termékeny volt, tehát ez a 199 Plort, az egy kör eredményeként született, úgyhogy most ezt így le is adnám, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz a jutalmunk ezért cserébe. Dől a pénz. És akkor megpróbáljuk kiaknázni Mochinak a rencsét. Készen is volnánk. Elméletben, és akkor ha megint lenyomom. Megkaptuk a birtokát, nagyon jó. Néha jöjjünk el meglátogatni. Nem szeret másokkal dolgozni. Ennyi, de minket megkedvelt. Meg jó volt beszélgetni legalább valakivel itt a magányos messzeségben, egy messzi-messzi rencsen. De ő ilyen csirke termesztéssel foglalkozik főleg. Fel akarja itt építeni a saját kis üzleti birodalmát. Jó, egy kis pszichopata vállalatoskodásra van szüksége ennek a slime rendszernek, és már minden rendben is lesz. Nem, mint hogyha nem lennénk elég pszichopaták, ugye, így kinyírjuk, kalámokba tartjuk, meg mindenfélét leművelünk ezekre a szerencsétlen ártalmatlan kis slime-ek, mindegy. Néha lehetnénk partnerek is, de nem ma. Jó van. Na jó, hát akkor igazándiból maradt nálunk egy raklap Quicksilver Plort, amiket ki tudok... Nem tudok kivinni, úgyhogy most nem adtam el kb... mennyit? 80? 79? De itt van Mochi farmja! Ó, vannak játékszerei is, nagyon jó. Hát ő így elhúzott, és igazándiból nem kíváncsi már ránk. Hú, ezek ilyen elég érdekes konstrukciók ott fönt. Kicsit olyan Dragon Ball-os, ott voltak ilyen építmények Dragon Ball-ba, ugye. Kilátó torony, meg Corinnak a háza. Na mindegy. De tudok vajon oda repülni? Jó, azért értitek, tehát megvan az új ranch, és az első dolog, ami eszembe jut, hogy kéne csinálni, az felrepülni egy olyan helyre, ahol valószínűleg nem kéne. Mindegy. Ez már csak az én hülyeségem. Na, azt mondja, jó tonnányi szabad hely. 1 karám, 2 karám, 3 karám, 4 karám, 5 karámunk van, meg nagyon sok ilyen kis extra helyecske, amit igazániból így be akarok én építeni egyáltalán, meg be tudunk ide menni vajon? Nem tudunk, sajnos. Itt választhatunk színeket, ha minden igaz, meg Mochi Tech, na ez mi? Meg what? Ja, hogy átszínezhetjük az egész rendset kedvünkre, meg a porszívónkat is, ami erre szeretnénk. De ja, itt igazából ez volt a lényeg, hogy így megnyitjuk ezt a kis farm helységet. Itt nem tudunk bemenni? Itt se tudunk bemenni. És akkor kapunk pár extra mezőt, ahol farmerkedhetünk, és ennyi. Ó, meg itt víz is van dögivel, csak kiesni nem kéne. De jaj, egész helyes. Hát ott, ahogy nézem, ott fönt sincs semmi. Arra a műholdra is úgy felrepülnék pedig. Na, a kérdés az, hogy mit csináljunk Mochinak a telkével? Vagy telkéből? Inkább így kérdezem. Ó, itt is van még valami. Na, itt mi? Jaj, hogy innen jöttünk le. Oké, akkor. Én nem tudok tájékozódni. Tudunk játékokat venni. Drága pénzért, és... Ja, hát sajnos nem tudunk slime-eket tenyészteni, legalábbis én még megpróbálhatom, hát ha... Ennyi csak vissza el tudom kapni azokat a Quicksilvereket, de nem hiszem. Tehát azt nem lenne szabad. Ó, és megmaradtak a plortjaink, jó, akkor ezeket el is adom. Hát nem kapunk több pénzt, tehát 15-öt ér egy darab Quicksilver Plort, ahogy nézem. Durván.
illetve ez a ketyeres. Nem, akkor ez megmarad ilyen versenyzős történetnek. Jó, a nagy kérdés az, hogy minek rendezzem be Moshi farmját. Alapvetően lehet, hogy vissza kéne néznem picit a sajátomra, hogy megnézem, hogy mit lenne egyáltalán értelme termeszteni. Üha. Itt nagy zabbantások vannak, kérem szépen. Jó, etessük őket tovább, nehogy még kitaláljanak teleportálni így jó dolgukban. Itt a szokásos. Igazániból tarthatnék ott ilyen kvantumokat is, mert ezekkel tényleg annyi gond van. Kísérleti kvantum kísérleti telep. Vagy, na, most kétszer mondtam azt, hogy kísérleti. Tehát, kísérleti kvantum sejt terep. Na. Csak sikerült, előbb vagy utóbb. Itt azért jó sok plortot beadtak nekem. Meg ebből is. Jó, hát ezt most legrosszabb esetben eladjuk. Vagy beteszünk. Vagy silók, ez az! Moshi farmján silók lesznek, legalábbis most még. Meg akkor le kéne tenni egy ilyen market linket. Mert akkor az is jó lesz, és akkor ott rögtön eladhatom. Mi kell ahhoz? Oppáré! Na nézzétek csak, mi lett itt? Atya úristen, mi van ezekkel? Hát itt egy kicsit sokan vannak a tikok. Ami azt illeti. De hogy nézem, jócskán volt szaporulat. Tehát nézzétek meg, kettő vagy egy darab ilyen szivárványtyúkot raktam be, és most már mennyi van. A többiről meg ne is beszéljünk. Ráadásul ez automatikusan kipakolja az öreg tyúkokat, tehát azokkal se lesz már probléma. A vége az lesz, hogy itt egy ilyen csirke szanatórium, vagy ilyen csirke öregek otthona lesz ebből a barlangból, ami eredetileg nem ennek indult. Na, nézzük meg, hogy mennyibe kóstál ez a plort. Eladjuk jól. Jó, ti menjetek vissza a helyetekre. Aztán utána valamit azért illene felhúzni ott Mocsinál. Ó, ti meg nem vagytok jól. Ó, kösz szépen. Ezt vegyem célzásnak, hogy utáltok. Jó. Kaptok egy kis kocka epret. Azt minden slime szereti. És egyetek nőjön a begyetek. Jó, hát ti meg csak zöldséget, mi? Jó, akkor ezt elosztjuk így a kettő karám között. Ne érje szó a ház elejét. Jó, nem annyira sikerült elosztani, de inkább a lávák vagy a búmok legyenek elégedetlenek, mintsem a tornádózó dervisek, mert azok viszont itt szétbarmolják az egész farmomat. Jó, etessük meg a többieket is azért rendesen. Ez meg itt plortokat köpköd magából. Ki engedte meg neki? Vissza-vissza. Nem rebelliskedünk. Jó, hát ezt el is adom szerintem. Mennyibe kerül ez most? Jó, annak most fölment az árfolyama. Na, azt mondja, hogy hát ez nagyon rossz most a Tangle Plort, meg a Quantum is, úgyhogy ezeket szerintem el kéne szállásolni valamerre. És még nagyon messze van az a 120 ezer, az az igazság. Jó. Egyél valamit. Jó, hát ezek is megéltek már szebb napokat. Mindegy, most kapnak rohadt sok zöldséget. Azt úgy is szeretik. Jó, most már mindenki happy. Nagyon remélem. Oké. Hát ebből is leszívok valamennyit, és akkor... Hát Mocsinál akkor ezek szerint egy ilyen silótelep lesz. Még azt nézem meg akkor, hogy a market linkhez mi kell. Ezt elnézek még a laborba, hát ha kaptam még valami újdonságot, ami eddig nem tűnt föl. Most már elérhető. De ez a sok szép teleport kapu is itt virul. Jó, ti így maradtok. Főleg, hogyha meg is haraptok. Nézze meg az ember. Jó, ilyen random cuccok. És még itt is van csomó üres karám. Igen, tehát, hogy konkrétan, ha egy mega projektbe szeretnék így belefogni, ahhoz most van bőven helyem. Tehát, hogy mondjuk egy adott slime típusnak a tenyésztésébe. Mondjuk én rámennék erre a Quicksilverre, nagyon szívesen nem lehet őket befogni sajna. Jó, hát itt nincs semmi új a nap alatt.
Itt meg... Hát én ezt a market linket legyártom. Pink plort. Ja, az lesz itt a nyerő szerintem. Fabricate, jól van. Aztán majd még nem árt tartalékolni az erőforrásokat, ugyanis most kijött ugyanez a patch pár hete, amivel ugye bekerült Mocsinak a kis farmja, meg a versenypálya, de hamarosan érkezni fog egy ilyen köztes update, ahol meg egy-két hasznos rencskelléket fogunk kapni, például drónokat, amikkel lehet valamennyire automatizálni a rencsünket. Azt még nem tudni, hogy milyen formában fognak működni, de a cél az, hogy kevesebb időt töltsünk el ezzel, és többet a világ felfedezésével. És az például egy tök király dolog, tehát én azt így megnézném. Hogy néz ki az, hogy mondjuk a drónok leszüretelik helyettünk a plortokat, vagy megetetik helyettünk a slime-jeinket. Tehát, hogy ez ugye egy ilyen érdekes koncepció. És ezt úgy megnézném. De mondom, tehát, hogy azt rebesgetik, hogy az viszont ilyen nyersanyag költségesebb lesz. Elvégre nem kis update-tel lesz majd itt a dolgok, közben a kutyák nagyon izgulnak. És már itt is vagyok, csak kiengedtem a blökiket, közben átjöttem ide, de valószínűleg tartom, hogy vagy egy rózsaszín telepet kéne ott tartani, valami olyasmivel, amit könnyen lehet etetni. De mondjuk miből lenne jó itt nekünk bankot robbantani? Hát tűzből nem. Ó, de viszont a kristály az most elég jól adja, ami azt illeti. Rózsaszín kristály? Csak az a baj, hogy az meg nehezen etethető, ugye? Mennyi kérdés. Tornádót azt többet nem akarok, köszönöm szépen. Pedig még az ami így nagyon jó árban mozog általában. Jó, viszont az 49. Jó, akkor a kristályokat azt begyűjtöm. Luka. És akkor azon túl is adok, már most. Mert ha ilyen jó árban van, azt azért nem jó veszni hagyni. Bár ki tudja, lehet, hogy ez még megy följebb, de szerintem a kristály úgy 100 fölé nagyon nem szokott menni, a fölé már csak tényleg a sivatagban megtervelt javak mennek, de szerintem én ezt eladom. Ja, ez ma szökött fel, ez az árfolyam. Szerintem el is inflálhatjuk, ahogy azt kell. Amúgy is most ezeket a jó pénzszerzési lehetőségeket meg kell ragadni. Főleg akkor, hogyha készen állok arra, hogy elköltsem megint a nagy részét. Na, dupláztunk párat. Ugye az is egy perk volt Mocsinak a farmján, hogy időnként dupla annyi plortot ad. Slime. Vagy a... igen. Hogy többet ér majd, ha eladjuk. Jó, már akkor ezt is beszedem innen. Kezdjünk tiszta lappal. Ó, el fog férni az összes. Jó, akkor gyertek ide szépen. Jó. Hiszen máshol kristály az nem volt. Úgy akkor ezeket eladom. És akkor ennyi. Na most megint minden le fog menni a békeseggel alá, az biztos. Hát annyi baj legyen. Jó, hát kb. A felénél járunk egyébként. A folyamatnak, aludjunk reggelig. Szuper. Akkor... Hogy legyen. Mit csináljunk, mo csinál? A nagy kérdés. Bár én szerintem valami rózsaszint. De akkor milyen plortot adjak neki? Most, ami könnyen etethető és nagyon sok zsét ad, az egyrészt a prizma. Másrészt a dervis. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő lesz. Én szerintem maradok a prizmánál. Az úgy jó lesz. Akkor viszont begyűjtünk ehhez egy-két delikvenst. Kell a zsék. Nincs mese. Jó, szerintem 4 karámba ezek el fognak férni. És akkor teszek oda még nekik egy kis ezüst. Ó, itt is tánciznak a masinák, szuper. Na, ti viszont jöttök velem. 1-től 1-ig. Gyertek.
Hát mennyi, egy olyan 20-at? Az jó lesz. Nézd már, sokkal éhezik. De egyébként én úgy emlékszem, hogy rózsaszíneket tenyésztek már a másik farm részen is. Úgyhogy lehet, hogy ez a rózsaszín annyira nem kifizetődő most. De most itt jobb ötletem, úgyhogy ez... Jaj, hoznom kell még viszont ezüstrépát. Egy ezüstretket. Hát akkor, ha már valami, akkor maradjunk az ezüstnél. Ha választani lehet... Jó, ez nincsen. De jó. Ennek nagyon örülök. Akkor viszont menjünk, hol van még? Hát ugye Ogden farmján van még nagy rózsaszín tenyészet. A labor előtt meg ilyen teljes nihil és káosz. Ja, tényleg a labornál termesztek még ezüstöt. Ez de hülyén hangzik, ezüstöt nem termesztünk. Tehát ilyen ezüstretket vagy répát vagy mi az. Itt is lenne még lehetőség bőven. Igazándiból arra várok, hogy valami... Jó, ez se akar kinőni. Jó, akkor először megszerezzük az új épületeket, felhúzzuk őket, aztán utána a többit majd meglátjuk. Mivel lenne célszerű etetni őket. De ja, ez az ezüstrépa, ez így abszolút könnyen előállítható dolog. Egy-két farm és már működni is fog. Nagy kár, hogy a quicksilvereket nem lehet. Na! Akkor azt mondja, hogy hát az abban egy bajom van én itt nékem, hogy olyan szétszórt az egész farm. Tehát ott van egy, ott van egy, ott van egy, kettő, meg itt egy. Tehát én mondjuk szerintem úgy fogom ezt megoldani, hogy itt felhúzok külön. Lehet a siló se ártana majd. Mindegy, ezt kimaxoljuk. Zenét, léghálót, Lord Collectort, meg automata etetőt is nekik. Nagyon jó. Hopsz. Ez vissza. Ide is 250, 350, meg még 350, meg 425, 500, meg még egyszer 500. Hát ön 2500-ért. Összességében 5000-ért itt megvan az egész kis kolónia. Nagyon jó, akkor ti itt fogtok lakni. Ti meg itt. Igazándiból... 10. 6-an vannak, akkor ide is még 2, meg még... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8... Jó, kicsit tömeg lesz, de annyi baj legyen. Egyetek nőjön a begyetek. Hopp. Jó, remélem, hogy mindenkinek van minden. Na, akkor valahova ide kéne lepozícionálni. Á, itt is van. Ez itt tökéletes lesz itt a piac térnek. Már is. Market link. Szupi. Hát akkor ide dobom majd be a feles portokat. Jó, mehet is. Hát meg, jaj, és pont elfelejtettem, kellene majd még egy tudományos laborlink is. Na, ide szerintem egy laza silót felrakhatunk. Plusz raktárakkal, kimaxolva, szuper. Akkor ide meg majd egy jó kis répaföld. Kertecske. Öntöző. Madárijesztő. Szuper gyümölcs, illetve zöldségtermesztő föld trágya adalék, és upgrade-eljük, hogy még több hely legyen nőni ezeknek a gazoknak. Nagyon jó, és... Hát reméljük, hogy azok ott nem lépnek meg idő előtt. Jó, ha nagyon kell, akkor ide még egy silót fel tudok húzni, vagy még egy ilyen ketrecet, hogyha onnan nagyon megszöknék, de igazániból innen csak lefele vezet az út a semmibe, hogy nem tanácsos nekik megszöknie túlzottan. Jó, és ahogy nézem, én meg fölfele nem tudok jobban repülni, bárhogy is nézem. Ilyen műholdas megfigyelőt kéne még telepíteni.
Na, de ahogy nézem, hogy ami töbletet így behoztam azokkal a plortokkal, amiket eladtam, a kristályplortokkal, illetve az uránnal, azt most így egy, mindegy szálig elköltöttem. Jó, hát extra silók azok vannak. Most már csak, akkor azt kell megnézni, hogy kell egy refinery link. Finomítóhoz. És hát ezt mire fogom használni, ezt a helyet? Bár vannak ötleteim, tehát hogy még az is lehet, hogy csinálok ide egy hatalmas nagy kocka eper farmot. Bár lehet, hogy jobb megvárni majd a következő update-et, hát ha lesz valami izgi. Ezt is meg tudom csinálni. Ja, mindenhova egy ilyet. Na, megnézzük, hogy van-e termés azóta. Nincs. Vagy legalábbis még nincs. De semmi gond. Alszom reggelig, ahhoz értek. És akkor megnézzük a következő napot. 91. napon járunk, by the way. Mindjárt 100. Na, akkor még egy alvás. 92. nap, és nézzük először az árfolyamot, hát elég tragikus lesz. Jó, ez följebb ment, ez lejjebb, arra mondjuk ez nagyon lement, meg az urán is, hát erre számítani lehetett, ugye a kristály meg az uránnak, ez így leesett. Béka feneke alá. Ó, oh, hello, hát te meg? Mióta vagy erre bellis, hogy így nézel ki? He? Zabáljál és toljál plortokat. Lehet, hogy belement az egyik ilyen bogyóba. Na, nézzük akkor. Ja, de itt van közelebb szerintem. Ezüstretek. Remélem beélet. Ó, nagyon jó. Akkor megkezdhetjük a termelést. Illetve a maradékkal majd megetetem őket. Az lenne a jó akkor, hogyha így egyben majd egy nagy tételt el tudnék adni, ami mondjuk 100 fölött van, és akkor az megint jócskán rásegít majd arra, hogy a következő ilyen klub perkig elérjek. 120 ezer kell a következő, ez már a 23-as perk, és azért járna egy nagyon badass fúró, talán a legjobb fúrószett, amit a játékban meg lehet kapni, úgyhogy kifejezetten megéri a dolog. Jó, innentől kezdve itt az ezüstretket növesztjük. Ti meg majd itt esztek így 11 ilyet. De ti is. Leszoktam lassítani, mert az a tapasztalat, hogy ebbe a tempóban a legjobb az adagolás. Bár most ugye azért elég sokan vannak bent, tehát lehet, hogy kicsit fel kéne majd gyorsítani, de majd meglátjuk. Meglátjuk, viszont akkor ott a piac. És hova tudok még lerakni? Jó, hát valahova ide még. Akkor ez lesz itt a kutatóállomás. Teljesen jó. Binary link. Mehet. Szuper. Na, hát akkor meg is volnánk. Van itt egy nagyon jó kis szökőkút. Meg ilyen érdekes képződmények. Na, hölgyeim és uraim, mocsi rendse kiaknázva. Én szerintem ennél többet már kár is mutatni. Várjuk nagy erőkkel a következő update-et, ami hát reményeink szerint egy olyan 2-3 hónap múlva esedékes, de lehet, hogy ezt hamarabb behozzák, nem tudom, még egyelőre semmit nem nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, de majd arról is jelentkezem. Addig is mindenkinek jó slime termesztést kívánok. Sziasztok!